olyan nagy sebessége futott a vad ilyen éghalakba az autó mellett, hogy mire beleért a látókörömbe, csak annyit láttam, hogy úszik valami a szélvédő előtt, meg már el is sötétedett minden. Csak utólag tudtam meg, hogy hajtás volt azon a környéken. Magyarország úthálózata szinte majdnem azt lehet mondani, hogy napról napra egyre sűrűbb lesz. Gyakorlatilag Európában az egyik legsűrűbb. Ha sok út van, akkor sok konfliktus van az élővilág és az utak, illetve a forgalom miatt. A legtöbb elütés akkor következik be, főként ugye alsóbb rendű utaknál, ahol nincs védőkerítés, amikor mondjuk hajtás van, vadászat van. Hát a vadbalesetek számunkra egy nagyon szomorú és kellemetlen dolog. Sajnos évről évre több van. Munkába indultam hajnalba. Fölvettem a kollégámat. Ahogy említettem, már éppen ő lett volna a soros, de valamiért elcseréltük. Utálok éjszaka autózni, annak ellenére, hogy fiatal koromban nagyon szerettem. Pontosan azért, mert annyira kell figyelni, és egyszerűen nem tudja az ember soha, hogy hol kerül veszélybe. És azon a reggelén nem is siettünk, normál sebességgel mentünk. És olyan szögből jött ez az állat elénk, jött, úgy repült be a látóterembe, hogy nem volt mit tenni. Az autónak teljesen az elejét kapta el. Tehát ilyen fél magasságba. És az volt a szerencse még, hogy nem csapódott föl a szélvédőig, hanem ugye, hogy összetörte az órát, belecsapottunk az árokba átfordultunk, pördült az autó kettőt. A szerencse még az volt, hogy egy erdő sarkához értünk, és nem csapottunk egy fának, hanem visszacsapottunk az aszfaltra. Nagyon nehéz visszaidézni, mert ugye ez olyan rövid időszak, olyan pár pillanat volt, de én úgy emlékszem rá, hogy a féket nem tudtam megpöccinteni, nem volt rá időm. Én még a munkájában felrakott az egyik kolléganőm egy vadnaptárt. Őzékék, január, február, vaddisznók. Tehát megfogtam, aztán megfordítottam. A tény, hogy a vadállomány növekszik, a nagy vadállomány, és az elmúlt évtizedekben megtöbbszöröződött. Most a szarvas az, ami valóban, ezt el kell ismernünk, túlszaporodott. És próbáljuk például már ebbe a vadászati szezonba mi körülbelül 50 darabban lőttük túl a tervet. Ugye az egyik probléma a sok állaterültés, amit szoktak mondani, hogy ritkítani kell a vadállomány. Valóban igaz, hogyha túl nagy az állománynak a mérete, könnyebben az utakhoz elvetődnek, főként azok a példányok, amelyek kiszorulnak a még optimálisabb élőhelyekről, de hogyha innen kilőjük őket, akkor a belső túl nagy egyed sűrűség miatt újabb egyedek fognak oda vándorolni. Ez nem megoldás, hogy, és nem beszélve, hogy utak mellett azért nem igazán praktikus lövöldözni, mert ettől még inkább megijedhetnek, még inkább problémát okoznak. Itt van ez a vágás, ami most már vadrejtő. Tehát ez a vadnak egy nagyon jó valami. És ami a kellemetlen itt az, hogy az országút emellett, a nagy vágás mellett, rögtön mellette húzódik. Természetes a tábla kint van. Itt van ez egyik fel, a másik Őri Szentpéteren. De majd lehet itt látni, hogy nem nagyon veszik ezt az autóvezetők komolyan. 30-40 évvel ezelőtt még nem is olyan autók voltak, és nem is olyan sebességgel haladtak, mint ma. De azért, hogyha összevetünk egy Warburgot, egy Polski Fiatot, vagy egy Trabantot egy mai korszerű autóval, de azzal a haladási sebességgel, amit minden további nélkül ezek az autók tudnak tartani, hát megnövekszik a baleset veszély. Nincsenek az autósok megtanítva arra, hogy mit csináljanak vadveszély esetén. És félrerántja a kormányt, neki megy mondjuk egy
fának, neki megy a szalagkorlátnak, neki megy a másik járműnek. Nem mindig azt kell nézni, hogy hú, mekkora állatütőt tötnünk kell, bár 130-szal mondjuk egy 30-40 kilós állat is már komoly károkat tud okozni, hanem inkább az, hogy az autósok nem jól reagálnak. Vaddisznót, hála Isten, azt nem ütöttem el, mert az ugye alacsony súlyponton nagy tömeg, az olyan, mint a piros hetes, az mindent visz. Ütöttem el korábban a régi autóimmal őzet többet is. Volt olyan kétszer is, hogy oldalra ütközött nekem. Aztán egyszer ütöttem egy akkora nyulat, hogy az vágta szét a jobboldali sárvédőmet. Van még néhány olyan csel, amit érdemes alkalmazni, tehát hogyha mondjuk éjszaka vezetünk, akkor érdemes nézni, hogy az út szélén lévő vegetációban, tehát a csúsnyában vagy dzsumbújban, ha így jobban tetszik, van-e valami, ami csillog. Mert hogyha csillog, akkor az jó eséllyel a vadnak a szeme, lassítsunk. Hogyha átment előttünk egy állat, teljesen mindegy, hogy ez őz vagy szarvas volt, akkor szinte biztos, hogy jön a következő, tehát megint csak lassítsunk. Ha minden kötél szakad, és már pontosan látjuk, hogy nem fogjuk tudni elkerülni az ütközést, akkor pedig szomorúan kell azt mondanom, hogy üssük el, mert hogyha egyenesben tartjuk a kormányt és fékezünk, az még mindig a legkisebb baj. Igen, anyagi kárunk fog keletkezni, de hogyha rángatjuk a kormányt, akkor jobbra ugye beborulunk az árokba, bukfencezünk, ott lehet egy fa, beleütközhetünk, ha balra rántjuk, akkor még rosszabb a helyzet, mert hogy frontálisan ütközhetünk egy másik autóval. Azon a reggelen, hát ez egy olyan szituáció volt, amit azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy nem tudott volna kikerülni senki. Lehetett volna bármilyen rutinja bárkinek, ezt nem lehetett volna ki. Arra nem volt időm, hogy a fékpedált megpöccítsem. Én azt nem tudtam, csak utólag tudtam meg, hogy hajtás volt azon a környéken. A legtöbb elütés akkor következik be, főként ugye alsóbb rendű utaknál, ahol nincs védőkerítés, amikor mondjuk hajtás van, vadászat van. Ilyenkor ezért kell ezeket nagyon jól megtervezni, hogy ne legyen az, hogy a megriadt állat ki tud menni az útra. Hajtó vadászatokon van 20-30 hajtó, és ilyenkor ki szoktunk venni kettőt belőle, akit a egyik és a másik oldalon onnan jön, innen jön, akkor lassítja. Ide rendőröket fogunk egyet oda, egyet a másik oldalra állítani, mert sok autós nem igazán veszi komolyan a mi embereinket. Akkor lehet felelős a vadásztársaság, és ezt a jogszabály háttér eddig is kimondta, és azután is kimondja, hogy ha az ő tevékenységük miatt, tehát a mondjuk rosszul megszervezett társas vadászat hajtás miatt ment ki az útra a vad. De miután a vadásztársaságoknál az ilyen vadászatokat olyan szakemberek szervezik meg, akiknek részben tapasztalatuk, részben szakirányú végzettségük van, azért nem ilyen fordul elő ilyen baleset, én nem is tudok ilyenről. Megjelent 2023 nyarán egy olyan vadászati törvénymódosítás, amely részben a vadelütéseknek a szabályozását is érintette. Talán téves értelmezés miatt, maradjunk ennyiben, de megjelent egy olyan cikk a Világhálón, amely teljesen félre értelmezte ezt a jogszabálymódosítást, mondván, hogy most már ugye a vadás semmilyen körülmények között nem felel. Kettő, hogyha a vadat elüti az autós, akkor még rajta fogják számon kérni a vadnak az árát, vagy értékét, sőt a vadásztársaságnak már vadveszélyt jelző táblát sem kell kihelyeznie. Hát ez a három pont itt sorban így nem igaz, ahogy elhangzott. Ez a vadászat a jogosultaknak egyébként kedvező. A vadászati törvény akkor teszi felelőssé a vadászatra jogosultat, a vadgépjármű ütközésnél, hogy a vadat üszte, hajtotta, lőtte, vagy a közúttól 100 méteren belül etette, itatta. Nyilván ezt a vadászatra jogosultak tudják, ilyen hibát nem követnek el.
A vadelütéseket a polgári törvénykönyv rendezte és rendezi továbbra, és ott nem változott semmi. Amit ez a vadászati törvény módosítás megváltoztatott, az csak annyi, hogy az a baleset, ami a vadnak a természetes mozgásából, tehát mondjuk a párzás idején, vagy a táplálékkeresés miatt tanúsított mozgásából következik, az se nem felrúhatóság, se nem rendellenesség a vadászat oldaláról nézve. A vadászatra jogosult könnyen megfelel ezeknek a követelményeknek, tehát nem fog kötni szerződést ezért, mert nyilván ez nem kis pénzbe fog kerülni, most nem fog fizetni azért, hogy az autóst kárbotolják, mert ő nem lesz hibás ebbe a történetbe. Mióta a vadásztársaság nincsen felelősségbiztosítása, meg korábban valamikor a 70-es, 80-as években akkor még megosztott volt, akár úgy tudom. Most már ilyen nincs. Tehát gyakorlatilag mindenhogyan az fizet, aki elüti a vadat. Ha vadveszélytábla alatt van, akkor mindenképpen, de ha vadveszélytáblán kívül történik az eset, talán még akkor is. Tehát nem vállalja a vadászattársaság a felelősséget. A vadelütések esetén a továbbiakban semmi nem fog változni. Tehát ahogy eddig a vadásztársaság például nem kérte a kára megtérítését, holott megtehette volna, ez fontos tudni, ugyanúgy nem fogják vélelmezhetően ezután sem. Mert ha valaki, akkor pont egy vadásztársaság tudja, hogy mennyire kiszámíthatatlan a vadmozgása, és nem biztos, hogy nekik az a 50 ezer forint húsérték annyit ér, hogy most szerencsétlen autóssal pereskedjenek. Pont velem történt pár évvel ezelőtt, hív a rendőr itt a szomszéd faluban, vadgépjármű ütközés, kimegyek, egy fiatal asszony volt a gépkocsi vezető, sírt a kocsi emellett, hogy meg őzzel ütközött egyébként, és hát sajnáltam, de hát annyit tudtam neki mondani, nézze asszonyom, én annyit tudok önnek most segíteni, hogyha kinyitja a csomagtartóját, én ezt az őzet beleteszem, vigye haza, aztán főzzék meg, csinálnak egy pár jó pörköltet belőle, de többet nem tudok segíteni. Nagy a kockázat, nagyok az autó értékek, biztosító is kekeckedik, ahogy mondtam, hogy nem még a kaszkó se fizet mindenkor. A vadásztárság is tolja a felelősséget. Nem lehet ebbe igazságot tenni sajnos, és ugye mindig az jár póró, aki a kárt szenvedi el. Fogy a vadnak az élettere az erdőbe, és akkor még nem beszéltem arról a nagyon sok balesetről, ami a vadra történik, ott elektromos kerítésébe az agancsával belekabajodik, meg egyéb, és aztán ott pusztul el. Mindenképpen azt kellene csinálni, hogy van, ahol lehetne passzív védelmet, tehát hogy ne tudjanak útra menni, alsóbb rendű utaknál pedig, ahol a legproblémásabb a helyzet, például egy kanyar után, vagy ahol a növényzet egész az út széléig kivezet, ezeken a helyeken kellene innen elterelni az állatokat valamilyen módon. Az állatok nem fognak nagyon gyorsan, nem tudják megváltoztatni a szokásaikat, tehát ha például mondjuk egy ősszel meg tavasszal eltérő élőhelyen, mondjuk egy ősz a mezőgazdasági területen, vagy az erdőben van, a kettő között, meg ott húzódik egy út, az mindenképpen keresztezni fogja. Ezért tehát oda, ha alsóbbrendű út, akkor valahogy úgy kell kialakítani, hogy az autós időbe észrevegye, hogyha megjelennek az állatok, hogyha pedig valami gyorsforgalmi út, oda meg akkor be kell építeni a vadátjárókat. Nem biztos, hogy drágább mondjuk egy vadátjárónak a megépítése, mint hogyha sokkát kell fizetni. Itt mindenhol lehet vadra számítani, akár a települések közepén, bárhol előfordul. Annyi van ugye, hogy annyi tapasztalata van az embernek, hogy amerre én járok, közlekedik, már kívülről tudom, hogy hol van leginkább a vadaknak az átjárója. Ugye nem az őz megy át az úton, az út megy át az erdőn, ahogy az ősi indián mondást tartja.